Újabb pince, vízszivárgás, csőtörés, vagy valami egészen más, még nem lehet tudni. Egy biztos, szombat este óta a hatalmas kráter tátong a Koller utcában a parkmozival szemközti oldalon. Mi történt itt végeredményben? Hát szombaton este, pontosan 21 óra 52-kor a rendőrségtől jött egy jelzés a tűzoltóság felé, hogy a Koller utcában egy személyautó alatt beszakadt egy pince. A helyszínére azt megállapítottuk, hogy nem egy pince szakadt be, hanem valószínűleg a csőtörés következtében a víz kimosta a földet az úttest alól, és az szakadt be a személyautó alól. Mire mi kiértünk, a rendőrség már értesítette a vízműveket. A tűzoltóság részéről mi jónak láttuk, hát pontosan szükségesnek láttuk, hogy a gázműveket kirendeltük, ők megmérték az üregben, hogy gázvezeték nem sérült-e, tehát robbanás veszély az nem állt fönn a környéken. Ezen kívül értesítettük még mi tűzoltóság részéről a közüzemi RT-t, ők is a helyszínre érkeztek, valamint itt a szomszédos iskola épületnek az igazgató helyettesét tudtuk csak elérni, mert ez az omlás, ez az iskola felé folytatódott, tehát folyamatosan omlott az úttesttől befelé tovább a föld. A helyszínen egy személyautó lebegett a lyuk felett, furcsa módon a tulajdonos szerencséjére a bal lökhárító és a kipufogó mentette meg a zuhanástól, ugyanis ezen a két pontján akadt fönn. Az autó kiemelése a későbbiekben megtörtént, saját kerekén távozott. A közüzemi RT, a gázművek és a vízmű közösen egy dupla kordonnal zárta le a területet, ugyanis az erre járó emberek ilyenkor kevésbé érzékelik a veszélyt, inkább a kíváncsiságuk vezérli őket. Kérdésünkre, hogy mi történhetett, az ügyeletes tűzoltótól a következő választ kaptuk. Mi azt tudjuk, hogy amikor kiérkeztünk, itt a lakók, meg az itt lévő a sportcsarnoknak a gondnoka is elmondta, hogy délután problémák voltak a vízzel. Tehát a víz elment az utcában, és a vízmű ezt a hibát kereste, nem találta meg, és este is, mikor kim voltak, akkor itt egy nagyon kis vezetéken, tehát nem egy fő vezetéken, itt folyt a víz, amit elzártak, hogy ez ettől szakad, vagy pedig pince van itt az iskola alatt, mert itt az itt lakók azt is mondták, hogy az iskola alatt itt egy vízér húzódik, meg ilyesmi, tehát elég jól alámosott terület. Hogy konkrétan ezt mi okozta, hát ezt majd valamilyen helyi szakembernek kell eldönteni, ez nem a mi dolgunk. A környéken lakók 20 órán keresztül, főleg az éjszakai órákban voltak víz nélkül. Szerencsére gyorsan sikerült megoldást találni a folyamatos vízellátásra. Mi sérült meg az útbeomlás során? Feltehetőleg a leszakadás következtében 2 darab vízvezeték, egy 80-as öntöttvas vezetéke és egy 100-as műanyag vezeték, ami a tűzivíz ellátást biztosította, és a szennyvíz csatorna. Ki a hibás, vagy egyáltalán hol lehet keresni a hibát? Hát még mi se tudjuk, reméljük, hogy a szakértők bevonásával erre is fény derül. Itt a leszakadás helyén, mintha egy pince lenne, tehát ezt feltételezzük, hogy egy régi pincébe ment el a föld. Addig is, míg az omlás okát sikerül kideríteni, az erre autózók figyelmét szeretnénk felhívni, a Koller utcába nem tudnak behajtani. Hogy a további közlekedési káoszt elkerülhessék, vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési táblákat és útelzáró kordonokat. Vendégem a stúdióban Papp Béla, a polgármester, köszöntöm. Aki talán többet tud mondani arról, hogy pontosan itt mi történt. Valóban pince, vagy csőtörés, vagy valami egészen más? Mit tudom most? Én azt hiszem, most már nagy biztonsággal lehet mondani, hogy egy pince volt a terület alatt. Amely beszakadáshoz hozzájárulhatott valóban egy szivárgás, csőtörés, tehát hogy a víz megmozgatja ilyenkor a talajt. Önmagában egy csőtörés nem okoz ilyen krátert, tehát egy újabb pince a most már 20 vagy 25 éves történet, úgy tűnik, hogy folytatódik a városban. Idén nem ez volt az első, és ezt azért fontos megemlítenem, mert kaptunk egy olyan jelzést a úgynevezett pincepénzek fölött diszponáló belügyminisztériumtól, hogy a pécsi pinceprogramot lezártnak tekintik. Hát ez egy ékes bizonyíték arra, hogy nem lehet lezárni. Kollégák úgy tájékoztattak, hogy ekkora, ilyen méretű üreg leszakadás következtében még nem jött létre a pécsi belvárosba, vagy a belváros szűkebb környékén. Tehát úgy tűnik, hogy lesz még dolgunk a pincékkel. Erre továbbra is szeretnénk erre a célra elkülönített állami pénzeket kapni, hisz ma fölbecsülhetetlen. Idén körülbelül 20, sőt, ha ezt is hozzáadjuk, közel 30 milliót fogunk költeni pincére, szinte saját erőből. Hol és mikor történt hasonló eset itt Pécsett? A Bök János utcát tudom említeni, a Papnövelde utcát, a Bök János utca is egy elég nagy méretű üreg volt.
És ez azért érdekes, mert én, hogy mondjam, kvázi nem hozzáértőként, én azt gondoltam, hogy ez valahol a szűkebb történelmi belvárosra korlátozódik. Tehát a Bök János utca a tetjén van, ez a leszakadás is körülbelül 300 méterre van a régi középkori városfaltól, tehát úgy tűnik, hogy nagyobb területen lehet számítani ilyenekre. És hát ugye a probléma ott van, az a riportban el is hangzott, hogy ki a felelős, mire lehet számítani. Hát igazából a fölmért pinceállományon belül ezek nem szerepeltek. Pont ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen ezek feltáratlan pincék. Ezek feltáratlan pincék, igen. Tehát nem akarok ijeszgetni senkit, de bármikor, bárhol előfordulhat ugyanez? Hát ez túlzás, hogy bármikor, bárhol, ahol pince van és valami történik, tehát egy vízbetörés, csőtörés, ott ez előfordulhat. Nem akarok most nagyon belemenni szakmai dolgokba, hisz nem tisztem, de azt hiszem a baj ott van, hogy a régi pincék, ahonnan az épületek elkerültek, feledésbe merültek, és ezek ott maradtak. Ugyanis ahol egy régi pince épülettel, régi épülettel együtt van, ott tudnak róla, és az az épület úgy épült, hogy a pincét figyelembe vették. Itt pedig hát a Koller utcán egyébként úgy tűnik, hogy egy merőleges pince található, ami fölé az iskola valamikor néhány évtizede egy ilyen kiszolgáló épületet épített. Önmagában ez se lett volna baj, elképzelhető valóban, hogy egy víz szivárgás erre utal a gondnoknak a véleménye is, hogy ez mozgatta meg úgy a talajt, hogy egyszer csak egy beszakadás jött létre. Ez a program, amit az imént említett, ezek szerint arról szólt, vagy arról kellene, hogy szóljon, hogy ezeket a még feltáratlan pincéket felfedezzék, illetve nyilván tartsák, rendbe hozzák? Igen, kutatni is kellene tovább, meg hát az előkerülő, az omlás miatt előkerülő üregeket is kezelni kéne. Hiába volt 2-3 évtizedeken keresztül ez a munka, és tényleg milliárdos pénzek jöttek a mindenkori költségvetésből, tehát úgy tűnik, hogy sajnos még nincs vége. És hogyan kívánják ezt folytatni, és főleg miből? Gondolom, hát, a városnak erre nincsen megfelelő pénzek. Ilyenkor ugye ez egy viszonylag helyzetnek tekinthető, tehát ahogy szokták mondani, kerül, amibe kerül, megrendeljük és egy számláról kifizetjük. De ha nem kapunk ehhez állami támogatást, mint ahogy más városok azért kaptak, Pécs is kapott, még egyszer hangsúlyozom, csak idén vélelmezték úgy, hogy abba kéne hagyni, mert rendben van, kész van. Továbbra is pályázni és folyamodni fogunk a belügyminisztérium illetékeseihez, hogy hát ne tekintsék lezártnak sajnos Pécset a pince problémát, mert nem zárható le, úgy tűnik. Tényleg úgy tűnik, hogy nem lehet. És mi lesz most ebben a tátongolókkal? Mielőtt idejöttem, megnéztem, a vízvezeték szintjéig egy pernyebetonos tömedékelés megtörtént. Ahogy ez megszilárdul egy-két nap alatt, utána a vízmű azt a sérült szakaszokat kicseréli, visszatölti, és hát egyelőre ez lesz. Arra vonatkozólag, hogy az iskola udvar alá benyúló pincével mi történt, nyilván valami kutatófúrást kell elvégezni. Ez a híg beton elvileg a elérhető üregbe befolyt, tehát elvileg lehet, hogy a teljes üreg le van tömedékelve, gyakorlatilag nem biztos, tehát ezt még meg kell nézni még egyszer. Mikor ezt a pincét vissza fogják temetni, vagy ezt az üreget, akkor folynak arra is vizsgálatok, hogy esetleg mellette a környéken hol van hasonló? Hát erre elég nehéz válaszolni, ugyanis úgy tűnik, hogy ahogy az előbb, ugye én egy kicsit kibújtam a kérdésre, hogy tényleg bárhol lehet pince. Tehát egy olyan kutatást, analógia a régészettel, hogy valószínűsítik, hogy itt egy középkori kolostor, vagy kolostor mellett temető van, ilyet nem lehet kitűzni a pincéknél, mert ahol épület volt, valaha az elmúlt néhány száz évben tényleg bárhol előfordulhat pince. Ezt mindenképpen meg kell néznünk, hogy ezzel a tömedékeléssel ez a probléma megoldott-e. Körülbelül mikorra lesz újra járható az utca? A vízmű 29-ére ígérte a helyreállítást. Gondolom, hogy a legkésőbb, az új év első napjaiban már a forgalom átmehet a Koller utcán. A polgármester úr, köszönöm szépen. Szívesen.